Na csácsom, mi csőtészt a szavasz? Hogyha már ide kattintottál, akkor megmutatom neked, hogy milyen mély a nyúlüregem, mert ez biztos, hogy nem próbáltad még ki soha életedbe. Legalábbis szerintem a nézőknek a 90%-a az nem próbálta ki minimum beállításokon, mondjuk a Farming Simulator 2019-et, és egyébként ennek a videósorozatnak az is az apropója, hogy nagyon sokan megkerestek engem, hogy elkülditek a gépeteknek vagy a laptopotoknak a specifikációját, és megkértek arra, hogy mondjam meg, hogy érdemes-e megvenni nektek ezt a játékot, vagy egy másik játékot, hogy el fog-e futni. És általában én kénytelen vagyok azt válaszolni, hogy el fog futni, mert igazából megüti a minimum gépigényt, csak ugye van ez a hangzatos kis szlogán, hogy minimum gépigény. A minimum gépigény az egy olyan, főleg a mai játékokban, mert talán még a régébbi játékokban nem volt olyan markáns különbség a minimum gépigény és az ajánlott gépigény között, és azért, mert annyira le lehet butítani egy Farming Simulator 19-et is, hogy hát az elképzelhetetlen, és most nem is kell, hogy elképzeljétek, mert én úgy azt tervezem, hogy csinálok egy olyan videósorozatot, hogy meg fogjuk nézni, hogy minimumon hogyan fut, mondjuk egy Farming Simulator 19, ami azért most már nem olyan csúnya. Egyébként minden egyes játéknak akkor átveszük, hogy mi is a gépigénye, és akkor így tudtok tájékozódni, de többek között mondom, ez a videósorozat arról azért születik, hogy nézed meg, hogy ha meg is veszed, akkor nem biztos, hogy te élvezni fogod ezt a játékot, hiába fog elfutni, nem? Attól még, hogy elfut neked a játék, nem biztos, hogy az neked örömet is fog okozni. Na, igazából azt írja nekünk a játék, hogy gyakorlatilag már egy két magos processzoron, egy 1 gigás videókártyán, és 2 gigabyte RAM-on már elindul ez a csodálatos játék. Hát nézzük meg, hogy hogyan is indul el. Gyakorlatilag ennél lejjebb már nem tudtam butítani ezt a játékot. A látómezőt, vagy nem is a látómezőt, hanem a felbontást is, mindent alacsonyra konfiguráltam, a haladóbb állításokon is mindent lekapcsoltam. Úgyhogy még én sem próbáltam ki. Nyomunk egy karriert, azt megnézzük, hogy mégis mi fog történni. Egy új karriert fogunk indítani, ugye ezen a mapon. Gyakorlatilag az a baj, hogy még a feliratok se olvashatóak, gyerekek, normálisan, hát 40x480 felbontásban, arról nem is beszélve, hogy gyakorlatilag ugye ez egy nem 16:9-es felbontás, tehát 4:3-as romba fogod megkapni ezt a dolgot, és a minimum gépigényt azt így konfigurálják, gyakorlatilag neked, amikor elolvasod a minimum gépigényt, akkor itt van, ez az, amit ugye a minimum gép ki fog hozni ebből a játékból. Azért azt írják oda, mert ez az, így indul el, és akkor még nem is azt jelenti, hogy mondjuk te 60 FPS-be fogod ezt élvezni ugyanígy, ahogy én most, mert ugye ez egy nagyobb gép, hanem lehet, hogy sokkal szarabbul, úgyhogy nagyon gondold meg, és úgy gondoltam, hogy végigveszünk olyan játékokat, amik többek között olyan játékokat akarok így kipróbálni, amiket sokat kérdeztek privátban, mondjuk Facebookon, hogy szerinted érdemes-e megvenni, fog-e futni ezen a gépen. Így akkor mindig tudni fogjátok, én minden egyes videónak lerakom a leírásába, hogy mégis mi a minimum gépigény, és meg tudod nézni itt videóban, hogy mire számíthatsz. A többi videó alatt, vagy előtt nem lesz annyi pofázás, csak úgy gondoltam, hogy most ezt, mivel első része ennek a sorozatnak, akkor így mondom, hogy mire lehet számítani, úgyhogy akkor a többibe már nem lesz annyi dumálás. Na, akkor minimum gépigényen indítjuk a játékot, gyerekek. Jó, oké. Ja, season mode-ben van, most az teljesen mindegy egyébként. Na, hát igen. Egyébként megakadt a játék, jól van. Gyerekek, nekem az akad. De most én nem akarok senkit elrettenteni, mert de szerintem nem is kell, hanem úgy nézzen rá erre a környezetre, hogy what the fuck. És itt nincs semmi effekt, én nem raktam ide semmi effektet. Ez így néz ki, gyerekek, nézd már. Ez így néz ki. A közelebbi dolgok, azok se néznek kicsit szebbül egyébként. És azt akartam mondani, hogy lehet, itt van ez a pont, amikor mondjuk lehet, hogy egy Farming Simulator 15, aminek 11 gépigénye van, vagy akár egy régebbi, sokkal jobban tud kinézni ugyanazon a gépe, mint egy új. Mert igazából azt csinálják a készítők, ugye, hogy el tudják adni, hogy oda tudják írni ugye a minimum gépigényhez mondjuk azt, hogy egy nagyon gyenge processzoron, egy nagyon gyenge videókártyával is elmegy,
Ahhoz azt kell csinálniuk, hogy fogják olyan szinten leskálázhatóvá teszik a játékot, hogy le tudod butítani te a sárga földig, és elfut, oké, hogy elfut, de hát hogyan? Hát mi ez? Most ne haragudjál meg, a Doom 1 ehhez képest izé volt. És nem tudom miért, de akad egyébként. Valamit szerintem nem tud kezdeni ezzel a grafikával ez a 1050 Ti. Hallod, akad a játék, bora, ne szarakozzál, várjál. Egy kicsit izé, kicsit visszaveszek a sebesség. Ja, ez egy kombájn, jól van. Most már így felismerhető. Hallod? Egyébként nem is úgy néz ki, mint egy poligonokban álló grafikájú játék, hanem voltak ezek a régi ilyen Vortex, vagy nem is tudom milyen grafikájú képződmények. Hát nagyon durva egyébként. Amikor nem mozog a dolog, akkor még ugye elviselhető, mondjuk ez a Combine. De amikor mozog mondjuk a fű, vagy valami, vagy ilyen fák, és folyamatosan felmillanó poligonokat látsz, vagy nem poligonokat, hanem pixeleket, elnézést. Hát az azért brutál. Na hát az komolyan ez nagyon, ez olyan, mintha fel lenne effektelve valami izé, valami, jaj, nagyon betegül néz ki egyébként. Na hát akkor várja, dolgozzunk, és itt van nekünk izénk? Ezt elvileg aratni lehet, hallod? Ne vicceljél, Mare. Elvileg ezt aratni lehet, hallod? Itt csak nem mutassa. Ugye? Várjál. Hol állok? 24-es. Nem, művelt, hallod? Miért művelt? Nem, ja, nem is ilyennek kell lennie, hallod? De miért? Ne várjatok, hát izé, valamit vessek bele, valamit. Cigánykereket, ha más nem. Nagyon brutál. Közelről még egész élvezhetőek a dolgok. És azért én azt ajánlom, hogyha esetleg te ott vagy, ott a képernyő előtt, és gondolkozol mondjuk Farming Simulator 19-en, nem olyan jó gépen, akkor ne vedd meg. Mi van? Mély segítő, befejezte a munkát. Hát ezek mind meg vannak művelve. Az, hogyan, miért így kezdődik, gyerekek? Várjál, én itt elvetek valamit, mert itt nekem az gyanús. Vessünk egyet, gyerekek, cigánykereket. Ja, már izé a season mode miatt egyébként, jól van. Ja, a súlyt azt meg sikerült ott hagynom. Jól van, beleakadt. Nem baj, gyerekek, jól van. Semmi problém. Nézzük a grafikát még inkább, akkor vegyünk valami gépet, vegyünk valami vegyünk egy olyan traktort, amit azt mondjátok, hogy nagyon jól néz ki. Jó kiállású traktort. Mondjuk nézzük meg egy Rabensteigert. Már csak azért, mert ugye, azért az csiroskás. Arról nem is beszélve, hogy ezek a nem olvashatatlanok, a feliratok mondhatni. De azzal még nem is olyan nagy baj van, gyerekek. Mert ugye azért esetleg a 800x600 vagy az 1024x768-as felbontást még esetleg elvinné biztos. Még egy... Most ezt megvettem, gyerekek? Nincs elég pénzed, More. Hát dikaz. Hát mi van? Mennyibe kerül ez a Rabensteiger? Várjatok, hát akkor veszek fel pénzt, More, hát ne viccelj. Úgyhogy nem mondom, hogy nem játszható. De, na várjatok, hadd röhögjünk egyet már, ha valamit csináljunk. Vannak ám itt csodálatos dolgok. És nem kis traktorok, csak az egyszerűen nem tudom elolvasni a feliratot. Nedik ez, menjünk el Rabajvel. Messziről egyszerűen meg se ismered, hallod a dolgokat. Várja, menjünk már egyet, megyek egyet izéve. Ott van ez a Fiattal. Tudjátok, van ez a vicc, hogy Csáj mondja a faszinak, hogy csávónak, hogy hát de te azt mondtad, Fiattal vagy. Vagy fiatal vagy. Hát persze, ott van a ház előtt. Na, jól van, gyerekek. Hát messziről. Hát ez, hallod? Ilyen izére emlékeztet. Tudod mire? Oda nézzél, gyerek, hallod? Jaj. Testvérem, hallod? Ez nem epilepszia rohamat. Azt a betyár. Hallod? Olyan, mint a... Az nagyon kemény. Tudod mire emlékeztet? Ilyen izére. Ilyen 80 vagy 90-es évekbeli ilyen kalandjátékra. Nagyon durva, hallod? Terep 2. Az, igen, gyerekek. Az nagyon durva, nagyon. Ez most nagyon kemény. Hallod, ezek a fák, és érted? És elmondom nektek, csinálunk-e különböző részekből, mindenből ilyet. És szerintem a Farming 15 az nem néz ki így. Jaj, gyerekek, nagyon durva. Hallod? Szemrákot megkapod, az Hodziher. Ez a fa. Nagyon durva. Beérünk a városba. Mindjárt megpillantsuk a ízét, gyerekek. Mindjárt megpillantsuk. Belső nézet. A közelről még azt mondom, ugyahogy kinéznek, de így is szemrák.
Nagyon durva. Hát rá se ismerek a terepre. Komolyan olyan, mint egy ilyen izé, Insane 76, vagy nem is tudom, ilyen nagyon régi játék. Nagyon durva. Terep 2. Terep 2 ehhez képest 10 év volt. Csoda grafika, gyerekek. És ugye ez a baj ezekkel az újabb játékokkal, hogy egyszerűen annyira le tudod skálázni, hogy tényleg elfut még a rongygépeken is, de nem biztos, hogy futtatni, akkor lehet, hogy inkább egy régebbi verzióval jobban jársz, érted? A tereptárgyakat, azokat itt pakolja ki előttem instant, hallod? Nagyon durva. Komolyan olyan, mint egy ilyen izét néznék, egy ilyen... Ilyen, nem is tudom, mint egy átvezetőt egy ilyen 90-es évekbeli játék, ilyen, nem is tudom bazz, melyik játék, de nagyon ismerős nekem ez az egész szituáció. Na nézzük meg, elvileg már látnunk kellene, ott van a Steiger, ott van szemben a barna szar mögött van a izé, elvileg ott kell lennie a jelenek Steigernek, ott van kén. Várjál. Mindjárt meglássuk szerintem, lassan, de biztosan. Kirágta, mert megakadt. Ott van a Steiger, na ott, oda nézzél, hallod? Hát nem hiszed, de megszámolod a pixeleket. Hogy olyan 50 pixelből kijön a Steiger, gyerek, ne viccelj. Durva. Hallod? Na, azért felismered. Ilyen hót közel, így jó, nézd. Így. Így jó. Jó. Na, így meg már. Így meg már halál. Nagyon kemény, tényleg nagyon brutál. Árnyékokat azokat felejtsd el, ugye? Nincs egy darab se. Semmi nincs. Brutális. A vonat az szerintem abban a másodpercben kerül ide elém, amikor így megérkezik. Jó, oké, gyerekek, szuper. Nem nagyon akar venni a sinnen a Verda. Nagyon jó. Jó van, gyerekek, hát szerintem ez valami ilyesmi akar lenni. Egy ilyen teszt. És minden játékot. Megnézzük, melyik játék a legótvarabb minimum grafikán, oké? Okay? Ezután csinálunk szerintem egy Farming Simulator 15-et, egy Farming Simulator 17-et, és akkor csinálunk egy ilyen összehasonlítást, hogy kb. Oda néz, itt a vonat, hallod? Olyan, mint egy ilyen kutyaszar. Hoppá. Nagyon kevés. Tényleg ilyen nagyon retro játékra emlékeztet. Gyerekek, retro Farming Simulator. Hallod? Ezt simán megmondhatnám, hogy ezt izével játszok én most. Farming Simulator 92. Yes. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Hát szerintem valami ilyesmire gondoltam. És akkor minden egyiből csinálunk egy ilyen kis csodálatos videót. Hát ez nagyon tetszik egyébként. Nem rossz, nem rossz. Nem rossz, gyerekek. Pick up. Van annyim? Na, elváltsunk rá, pick up-ra. Az meg már dolgozik ott ezerre, oda néz a pickup. De ez tényleg átmegy izébe, oda nézé. Terep kettőbe. Csapjuk. Hallod, ilyen izé? Volt ez a Lotus, régi izé játék. Az igen, hallod. Komolyan már kezdek szemrákot kapni. Amikor sok a fa, akkor van a legnagyobb baj. Mikor sok a fa. Nagyon durva. Hát az nagyon izgalmas egyébként így. Gyerekek, itt lesz! A fizika ugye azért megvan, az a fizika megvan rá. De ezt nézd, hallod ezt a tájat? Jaj! Hát olyan, mint a izé. A white noise, amikor ilyen izé van. Hibás a kép. Hallod, ide bevegyek, jaj, meg fogunk ideérni. Brutális. Na jó, a gyerekek, köszönöm a figyelmet. Hát minden egyes játékban fogunk egy ilyen sorozatot csinálni, az nagyon jó. Tetszik. Ki kell próbálnom. A izébe leírásban ott van a gépigény. Osztán akkor mindenki tudni fogja most már, hogy mire számíthat. Na, csubicső.